Kisvárdán azt gondolom, hogy az első fél időt elrontottuk, nem működött se a védekezésünk, se a támadásunk, viszont a második fél időben visszajöttünk a mérkőzésbe, egy nagyon jó meccset játszottunk, Kisvárdán szerintem sokkal jobbnak kell lenni idegenben ahhoz, hogy pontot lehessen szerezni, úgyhogy ez el is maradt. Viszont most újra jön egy hazai találkozó, egy nagyon fontos találkozó, egy nagyon jó csapat ellen, viszont azt gondolom, hogy ha azt a formát tudjuk tartani, amit az elmúlt mérkőzéseken jellemző volt ránk hazai pályán, akkor minden esélyünk megvan. Hasonlóan nehéz mérkőzésre számítok, mint ősszel. Ugye ott is az eredmény mutatja, ugye ott x-eltünk, hogy nagyon közel van egymáshoz szerintem a két csapat. Úgyhogy egy nagyon kemény találkozóra számítok, de nagyon remélem, hogy pontot tudunk szerezni. Egy nagyon-nagyon jó védekezés kell hozzá, egy jó kapus teljesítménye, de azt gondolom, hogy ez minden mérkőzésre igaz. Így készülünk a héten, megpróbálunk minden tőlünk tehetőt megtenni, és azt gondolom, hogy egy jó meccset fogunk játszani. Nagyon sokat számít szerintem a hazai pálya, nagyon szeretünk itt játszani a saját szurkolóink előtt, úgyhogy nagyon remélem, hogy minél többen kilátogatnak és biztatnak majd minket. Nagyon nehéz sorozat előtt áll a csapat, hiszen nagyon rövid idő alatt három mérkőzés vár rá. Így van, most itt majdnem egy héten belül játszunk három meccset, ugye a fradi meccset mindenképpen le kellett most játszanunk, de azt is igazából megpróbáljuk a felkészülésünkbe beleépíteni. Egy hétfői napon, igazából mint hogyha egy edzés lenne. Nyilván a Ferencvárosnak is fontos, nekünk is fontos, mert hely kell állnunk, de pénteken egy újabb, nagyon fontos rangadó fog ránk várni Szombathelyen, úgyhogy megpróbáljuk az erőnket jól beosztani.